Kedves nézők, ma ezt egy ilyen kis virtuális, otthon a karosszékből történő utazásra invitáljuk Önöket, hiszen Szatmárból tovább megyünk Berekbe, ahol rengeteg látnivaló várja szerintem ezen a nyáron is azokat, akik odaérkeznek, de hát most elsősorban ugye koncentráljunk arra a hétvégére, amelyet az egész országban nagyon sokan várnak, ugye a múzeumok éjszakájára gondolok. Vásárosnaményba megyünk tehát tovább. Polgármester úr, illetve a Beregi Múzeum igazgatója vendégünk. Gondolom, hogy a Beregi Múzeumban se most itt a napokban kezdték el a készülődést a múzeumok éjszakájára, hiszen ez egy olyan nívós esemény minden múzeum életében, hogy bizony jó előre el kell kezdeni a szervezkedést. Hát mi minden várja a látogatókat a Beregi Múzeumban ezen az éjszakán, illetve az egész napon? Mi már 6 órakor elkezdjük a Beregi Múzeum múzeumok éjszakája programjait, és valóban nagyon sokat kellett készülni, hiszen egyrészt várjuk a látogatókat zenével, tánccal, természetesen gasztronómiával, és ugye, hogyha múzeumokról van szó, nem maradhat ki maga a múzeológia, tehát a szakma sem, tehát olyan előadásokat fogunk prezentálni a közönségnek, amely megfelelő felkészülést igényel a kollégáktól, illetve tőlem is, úgyhogy nagyon sokféle programmal, és remélhetőleg jó időben várjuk majd a látogatókat. Egy kicsit ezekről az előadásokról, hogyha megtenné, hogy föllebbenti a fájtlat, már csak azért, hogyha valaki mondjuk tényleg nem vásárosnamény környékéről, hanem távolabbról érkezik, akkor tudja, hogy valóban milyen szellemi táplálékot kap majd. Hát akkor kezdem először a részben szellemi táplálékkal, tehát a zenével. A Bereg Brass Band fogja nyitni estindító indulókkal a programot. Részfúvós együttesről van szó, tehát ők azok, akiknél nem kell hangosítás, hiszen ők maguk ugye rezekkel rezegtetik a kora esti levegőt a Tomcsányi kastély parkjában, és utána következik a bandázás a bihari bandával, néptánc bemutató, folklór előadás van a repertoárjukban. Tavaly is egy nagyon színvonalas és nagyon érdekes előadással szolgálták ki a vásárosnaményi közönséget, úgyhogy a nagy sikere való tekintettel ők most újrázni fognak nálunk. Aztán, ahogy már mondtam, a szakmai programok között lesz egy történelmi témájú előadás, aminek lehet, hogy elsőre egy kicsit furcsa címe van, de hogyha majd valaki eljön és meghallgatja, megnézi magát ezt a képes előadást, akkor rájön, hogy miről van szó. Az a címe, hogy a farba lőtt ember és más történetek. Ugye elsőre nem tudni, hogy miről van szó, de az alcíme szerint már kiderül, hogy a vásárosnaményi ötvös család életéből mutatunk be érdekességeket, olyan fajta nem sok ember által ismert tényeket próbálunk bemutatni a közönségnek, amely szerintem joggal tart nagy érdeklődésre igényt, illetve... Nem csak a cím sejtett sokat, hanem azt gondolom, hogy a történetek is. A történetek is, hiszen nem a szokásos történelmi előadás lesz, hogy valamikor a középkor hajnalán így és így történt, aztán később csaták és politikai események követték egymást, hanem olyan fajta részleteket próbálunk bemutatni, amely nem mindenki által ismert. És aztán természetesen néprajzi témájú előadás is lesz családi kör címen. Itt pedig a paraszti életről, a család és a népélet kapcsolatáról szintén érdekességet próbálunk, többféle érdekességet bemutatni, tehát itt sem egy általános érvényű tankönyvízű előadás várja a látogatókat, hanem itt is a furcsaságokra próbálunk rámenni. És természetesen olyan fajta kísérő programok lesznek, mint például arcfestés gyermekeknek, természetesen a kemencénket és a katlanunkat is felfűtjük, és nagyon finom beregi ételek várják a látogatóinkat. Aztán éjszakai tálatvezetéseket tartunk a múzeumok éjszakáján, mindig lesznek különböző népi gyermekjátékok, pónilovaglás a kastélyparkjában,
és természetesen ugye a múzeumok éjszakájának az egyik nagy-nagy fő attrakciója, amit mindenki nagyon sokan várnak, Vásárosnaményban is, és nagyon nagy sikere szokott lenni az a táncház este sötétedés után, és a tűzugrás. Hát azt gondolom, hogy nagyon jól hangzik, ezt már csak menni kell is kipróbálni. Köszönjük szépen ezt a rengeteg információt, de hát talán a legérdekesebb évszak ugye a nyár Vásárosnamény életében, Gergely Ugornya életében, hiszen rengetegen látogatnak el, és én úgy gondolom, hogy már most is sokan lesznek például a múzeumok éjszakáján is, hiszen már valaki nyaral. Hát mi mindenre számíthatnak ebben az esztendőben? Így van, nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit, hogy a kultúrát és a sportot összekapcsoljuk, hiszen János után mindig öröm beszélni, mert eleve jó jött hallgatni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezen a napon már nagyon sokan fáradtan érkeznek majd a múzeumok éjszakájára, hiszen a Sárkányhajó rócsóra kerül sor, már harmadik alkalommal, Gergely Ugornyán Tiszaparton. Körülbelül 25 csapatot várunk erre a napra, amely már reggel 7 órakor indul. Egy beretötős programunk is van ekkor, Gergely Ugornyán állásbőrzével és egészségnappal összekötött nap, amely 11 óra magasságában veszi kezdetét, de összességében körülbelül 1000 embert várunk majd ezen a napon Vásárosnémi Gergely Ugornyára, ahol az erő, az egészség összeméri magát, és kapcsolhatunk majd este a kulturális programokhoz. Ugyanakkor, ha már áttértünk a sportra, áttértünk a sárkányhajóra, a sárkányhajó és a kajakkenu egy nagyon komoly kitörési pontot hozott ismét Vásárosnamény életébe, hiszen a Magyar Kajakkenu Szövetséggel karöltve újra alapokat helyeztünk el a kajakkenu sportágban, és 15-20 fiatalunk elkezdte ezt a csodálatosan szép sportágat. Még többen gondolkodnak ezen, de azt is látjuk, hogy valami elindult. Megújult a Berek Szíve üdülőközpontunk, amely várja a lapátos pihenőhelyi nyilvánított helyként a ideérkező turistákat. Ez mit jelent a megújulást? Egy kislánc felvarrás, vagy komolyabb? Szinte teljes megújulás. A 70%-ában megújult a Berek Szíve üdülőközpont, a központi épülete teljesen, a régi alpesi faházakat elkezdtük saját erőből felújítani, ugyanakkor a pályázatba beépítve a gondnoki épület is teljesen megújult, és a régi úttörőtábor, amely Garabonciás tábor nevet visel sokáig, most a Berek Szíve üdülőközpont nevet kapta, kapcsolódva az arcolati elemeinkhez, illetve a Vásárosnaményi brandhez, és ezen projektbe szállt be úgymond konzult mi partnerként több településsel együttesen a kiemelten a Magyar Kajakkenu Szövetség, és Vásárosnaményben tavaly elsőként adtuk át ezt a megújult centrumot. Ide várjuk a vizitúrázókat, a vizitáborozókat is, akiknek egy csoportja már ma megérkezett. Számukra 5-10 személyes katonai sátor készült fölállításra, ezekben várjuk őket, illetve az étkeztetés is nyilván mi oldjuk majd meg. De hogyan épül fel ez a tábor? Nem egyszerű folyamat ez, amely most elindult, és ezáltal Vásárosnamény újra bekapcsolódik ebbe a rendszerbe. Ez a tábor Tiszabecsről indul, Szatmárcsekén folytatódik, majd Tivadaron átérkeznek meg Vásárosnaményba. Nagyon fontos, hogy megismerkednek a szatmári beregi tájjal az ideérkezők, akik eddig is a Tisza szerelmesei voltak, de mi egy új ízt és egy új formátumot is szeretnénk ide bevinni, amikor Naményba érkeznek utolsó napként, akkor lehet még maradjanak itt, nézik meg a térség sajátosságait, akár a beregi múzeumot, de eljöhetnek, ha az időjárás olyan, a szilvafürdőbe, az aqua parkunkba, a Atlantikába, tehát körülbelül ezen a területen is három lábon áll a város, tehát van egy wellness és termálfürdőnk, meg van ezen kívül az Atlantika vízividámpark, amely a csúszdások, a vízszerelmesének egy másik formáját választóknak ad örömet, illetve ott van a Gergely Ugornyai Tiszapart, amely teljesen megújult az idén. A Fetti vízig és az önkormányzat összefogásából egy nagyon komoly parkkosítás, egy olyan sétány kialakítása valósult meg, amely reményeim szerint az ide érkezőket örömmel tölti majd el, és ide kapcsolódnak be majd a bringások, hiszen a bringa vándortáborosokat is várjuk a városba, számukra pedig Gergely Ugornyán 4 faház felújítása történt meg, ahol 2x 6 ágyas szobák, ebből van 4 darab, tehát összesen közel 50 főt tudunk itt is vendégül látni, erre is készül a város, erre is készül Gergely Ugornya, mint ahogy Vásárosnamény. Tehát láthatjuk, hogy a kultúra, a sport sajátos összefonódásával egy nagyon különleges kikapcsolódási élményt nyújthat idén is
az ideérkezőknek. Kultúra, sport, gasztronómia, szőketisza, minden ahhoz, hogy egy feledhetetlen hetet, vagy akár heteket töltsünk itt, de én nyíregyháziként tudom, hogy néha, amikor az embernek csak 3 órája van, és gyorsan kocsiba vágja magát, akkor milyen jó érzés kikapcsolódni egy kicsit a Tiszaparton. Hát köszönjük szépen, nagyon szép nyarat kívánunk!